Temerinben több mint 20 olyan egyesület van, amely kulturális jellegű tevékenységet folytat. A legnagyobb tömegeket a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület mozgatja. A civil szervezetnek több mint 300 aktív tagja van, és havi szinten valósít meg regionális és helyi jellegű programokat. Mindenhez csak pályázat útján tudják megteremteni a szükséges eszközöket, mondja Varga Flórián, az egyesület elnöke. Évek óta megvan itt, hogy hol pályázunk, ezt sikerült bővíteni is az utóbbi egy-két évben. Elsősorban ugye a község a legnagyobb támogató, a rendes tevékenységre is, meg a Tini Fesztiválra szoktak ők. Szóval olyan pályázatot írnak ki, ahol arra tudunk pályázni. Azután a tartománynál, a tartományi művelődési titkársággal együttműködünk ilyen téren, meg a tartományi oktatási kisebbségi titkársággal, vagy nemzeti közösségi titkársággal. Itt is, ott is van több pályázatunk is, nem mindegyik sikeres, de akár a Tini Fesztiválra, akár a népzenei táborra voltak sikeres pályázataink. Most utoljára a művelődési titkárságnál itt augusztus végén volt még egy kiírás, és ezt a karácsonyi műsort is meg tudtuk pályázni, ami ez egy plusz volt a 18-as évben. Azután ugyanúgy a művelődési minisztériumnál is sikerült az utóbbi egy-két évben. Az utóbbi 2-3 évben a Magyar Nemzeti Tanács komolyabban foglalkozik. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségén köröztül is a tagsággal, az egyesületekkel, és akkor az ő pályázataikra is tudtunk, ott is tudtunk nyerni. A Tini Fesztivál az kiemelt rendezvény, akkor itt az utóbbi 2-3 évben az Illésnapra is tudtunk valamennyit a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül. Magyarországi pályázatokat illetőleg a Bethlen Gábor alapnál, ugye pályázunk a központinál is, meg a Szekeres regionális pályázatnál a kultúra, magyar kultúráért. Itt a központi pályázaton nem voltunk sikeresek az utóbbi időkben, a Szekeresnél igen, na most az idén próbálkoztunk más rendezvénnyel. Itten decemberben volt a pályázat, majd most bízok benne, hogy lesz valami. A Nemzeti Kulturális Alapnál voltak sikeres pályázataink, itt az a pályázatírók, akikkel együttműködünk, őnekik van Magyarországi Egyesület, akin köröztül ezt lebonyolítjuk. Itt elsősorban a népzenei táborra sikerült pénzt szerezni, azelőtt volt a táncházra is. Legújabban ugye az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a Csóri Alapítvány az áll most leginkább rendelkezésünkre az utóbbi 2 évben. Itt is most vannak pozitív eredmények, sőt, ez pénzügyileg, anyagilag ez talán a legnagyobb pályázat idáig. Itt az egyik a zeneoktatás cím alatt fut, itt pályáztunk az Engő-Délvidékre, részben a táborra is, de ezen a pályázaton keresztül lebonyolítunk ilyen szakmai előadásokat az énekkarok részére és más csoportok részére. Szakkönyveket tudunk biztosítani az oktatóknak. A hangszerparkot, vagy hogy is mondjam, azt szeretnénk felújítani, mivel mostanában ugye tudjuk, hogy a tamburások nagyon jó beindultak. Itt van a Berbence együttes, aki a Szirmain köröztül működik. Azután itt a műszaki eszközeinket, hát már régóta vágyunk, ugye laptopra, kivetítőre, projektorra, vászonra, minden, ami szükséges ahhoz, hogy egy mai korszerű, egy előadást el tudjunk készíteni. Ez mind benne van ebben a pályázatban. A viseletekkel elindultunk a tavalyi Csóri pályázat, és ebben a mostani pályázatban a csizmákat szeretnénk felújítani. Másik pályázatunk, ami kisebb mértékű, a táncházak a célpontja ennek a pályázatnak is. 8 táncházat láttunk elő ebben az időszakban. Körülbelül mennyi az a büdzsé, amiből egy ilyen kaliberű művelődési egyesület, mint a Szirmai meg tud élni egy év alatt? Hát ez egy jó kérdés, ez változik is most itt pont ezeknek a pályázatoknak köszönve. Mi itt a községnél 500.000 dinártból gazdálkodtunk a rendes tevékenységre. Ez volt minden évben. A Tini Fesztiválnak maga a költségvetése az már olyan 1 millió dinár körül van, viszont itt vannak más rendezvények is. Lehet gondolom, hogy 2 millió dinár biztos, hogy keresztül ment az egyesület folyószámláin. A temerini önkormányzat jelenleg 2 pályázatot írt ki. A művelődési egyesületek működésére mintegy 2 millió dinárt, a programok megvalósítására pedig 2.700.000 dinárt különített el a helyi vezetés. Tudtuk meg Dejan Bradastól, a temerini önkormányzat szakmunkatársától. Kada su pitanju ova dva konkursa, moram da kažem da mi u kontinuitetu. Ezen pályázatokra a helyi művelődési egyesületek éves szinten adják kérelmeiket. A tapasztalatok alapján körülbelül 40 program valósul meg az önkormányzat támogatásával. A rendezvények közül számos olyan van, amely a település védjegyévé vált.
A Tini és Ifjúsági Énekes Fesztivált mindenképpen ide sorolhatjuk, a másik nagy helyi művelődési eseményünk pedig az Óvjuk meg a feledéstől elnevezésű rendezvény, amelyet a Vukkaragyis Művelődési Egyesület szervez, de nem kevésbé jelentős a Takt művésztelep sem. A két magyar egyesület által szervezett programok már évtizedes múlttal rendelkeznek, így megvalósításuk a közösségünk identitásának megőrzését szavatolja. Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet nem kedvez a civil szervezetek működésének, és számukra a községi támogatások sorsdöntőek. Főként az általános működéshez szükséges anyagiakat kell helyi szinten megoldani. Az önkormányzat ezért arra törekszik, hogy minél több helyi szervezet munkáját támogassa, kiemelve az olyan hagyományos rendezvényeket, amelyek évek óta tömegeket mozgatnak meg, és így jelentős szerepük van a régió közéletében. Podržavamo i druge projekte. Kasnije u toku godine imaćemo raspisan javni konkurs. Az általános kulturális pályázatok mellett az év folyamán támogatjuk az olyan könyvek kiadását is, amelyek szerzői temeriniek. Reméljük, hogy az idén is lesz érdeklődő, ugyanis a község további 300 ezer dinárt különített el erre a célra. A művelődési egyesületek részére kiírt pályázatok mellett a temerini önkormányzat a többi civil szervezetet is támogatja. A környezetvédelemmel, szociális és humanitárius tevékenységek, valamint gazdasági fejlesztéssel foglalkozó szervezetek számára februárban írják ki a pályázatokat.